A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 5-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak egy fiatal tehetséggel, aki most nyert felvételt a Színművészeti Egyetemre. Ezt követően klasszikus zenével, színházzal, fotókiállítással és kötet bemutatóval várom Önöket. Most tehát következzék Csizmadia Máté. Ahogy ígértem Önöknek, kedves nézőink, ma Csizmadia Mátével fogunk beszélgetni, és mi másról, mint színházról, hiszen a Szabad Színház kiváló ifjú színművésze felvételt nyert a Színművészeti Egyetem filmrendezői szakára. Szervusz Máté, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is örülök, szervusz. No, a jó rendező olyan, mint egy idegenvezető, kézen fog és elvezet egy számomra ismeretlen tájra. De szép. Ez egy remek gondolat. Charlie Chaplin mondta. Igen. Természetesen, mert én azt gondolom, hogy aki színészként és rendezőként is legenda, az azért tud mondani, és nem csak okosságokat, hanem valóságos dolgokat. Gratulálok! Én azt hiszem minden székesfehérvári színházbarát nevében, annál is inkább, mert hogy a Szabad Színház szép lassan kulthely lesz Fehérváron, és ezért ti is nagyon-nagyon sokat tettetek. Ugye idestova én azt mondom, hogy már 7 éve? 2015, igen. 2015 óta vagy a Szabad Színház tagja. Minden jót megtapasztalhattál, és hát döntened kellett a jövődről. Igen. A döntés felelőssége a tiéd. Ez így van. Az, hogy hogyan lesz a továbbiakban, az valóban minden felelősség rám hárul. Képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál. Ugye ezt George Bernard Shaw mondta, de nagyon is igaza volt, hiszen egy ifjú, amikor elindul az útján, akkor számos rögös útszakaszt kell, hogy lebirkózzon, ha úgy tetszik. És hát neked sikerült, hiszen elindultál azon az úton, amit annak idején Nagy Judit és a többiek a Szabad Színházban kiköveztek, és ugye nem lehetett kétséges, hogy folytatod ezt az utat. Tényleg nem voltak kétségeid? De kétségeim voltak. Voltak, mert ez nem egy egyszerű hivatás, és semmiképpen sem, most megint a COVID-ra kell visszautalnom, látjuk, hogy bármikor kimozdulhat alól a talaj, tehát hogy nem egy egyszerű hivatás, de ha a szívemre hallgatok, akkor nem volt kétség. Színház és film. Azonos műfaj hellyel közzel, de csak hellyel közzel. És ugye te a színházban éltél, nagyon is jól tudjuk, hogy a Szabad Színházon túl azért vendégszerepeltél a Vörösmarty Színházban. Filmben mi kevesebbet láthattuk, de megpróbáltad az is. Tehát a döntés felelőssége az önmagában a tiéd. Igen, de én úgy gondolom, hogy aki már felvételt nyer a Színház és Filmművészeti Egyetemre, aki már bekerül egy ilyen közegbe, azt nem mondom, hogy átjáróház, de kinyílik előtt a világ. Tehát, hogy több lehetősége van, hogyha majd én egyszer arra hajtom a fejem, hogy színházat rendeznék, hogy Reisz Gábor példáján látjuk, van rá lehetőség. Tehát, hogy filmrendezőként is. Engem mindenképpen az érdekelt, és azt szerettem volna, hogy ezen a területen valahogy bekerüljek. Az osztályfőnököm mondta, amikor megmondták, hogy felvettek minket, hogy azért is nagy felelősség, mert most már maguk a szakma részei. Így van, és ez nagyon fontos. Mielőtt a szakmáról beszélgetnénk, azért essék szó arról is, hogy van kedvenc rendezőt például? Hiszen az alapjaiban tulajdonképpen ne azt mondd, hogy jó film, igen, hanem alapjaiban is meghatározza. Tehát milyen típusú filmrendezők a kedvenceid? Hát, a felvételire mostanában
Hát amikor készültem rá, ilyen filmeket néztem, hogy Fellini filmeket, Bergman filmeket, tehát hogy egy kicsit a magyar új hullámból Jancsó filmeket, vagy Tarbéla filmeket, és ez az irány volt most számomra a legmeghatározóbb, és ha ez fura is így, hogy ez a kedvencem, de most ez érdekelt a legjobban. Például Bergman filmei. Tehát kortárs és klasszikus egyben. Persze, persze. Valamilyen. És ez indítatásnak megfelelő? Vagy megfelelő volt? Mert hogy azért elhatározás kell ahhoz, hogyha valaki filmrendezőként szeretne majd a későbbiekben érvényesülni, határozott elképzelésekkel kell rendelkezni, bár nincs kétségem felőle, hogy a színműn a tanárok majd azért próbálnak erre-arra terelni. Igazából, ami nekik is szerintem nagyon fontos volt, az nem is a filmtörténet, filmtörténelem teljes ismerete, hanem a gondolkodásmód, a filmes látásmód, a kreativitás, az, hogy tudjak mindenhez hozzászólni valamelyest, és tudjak átadni a gondolataimmal, a filmjeimmel, és talán ezek voltak azok a tulajdonságaim, amik által felvételt nyertem. Tehát, hogy nem is feltétlenül, mert a filmtörténetet, amit szeretnék, hogy megtanuljak, azt úgy is megfogom. Nyilván. Van határozott elképzelése? Tehát egy kicsit ugye a televíziós világába belekóstoltál. A televíziózás az teljesen más nyilván, mint a filmkészítés valamelyest, de azért több a hasonlóság, mint a színház és a Igen. film között. Most jelenleg úgy vagyok, hogy szeretnék mindent csinálni. Tehát, hogy most abban a korszakomban vagyok, hogy ide nekem az oroszlánt is, hogy próbáljak ki ezt, próbáljuk ki azt, akár legyen szó dokumentumfilmről, bár ez kevésbé mozgat, mint egy nagy játékfilm. Nyilván mindenkinek az álma az szerintem, aki ilyen szakra megy, hogy majd egy nagy játékfilmet, és akkor nem is egyet, 3 évente egyet, hogyha szerencsés az ember. Tehát ilyen értelemben azért a példaképeit, ha úgy tetszik, akikre szeretnél felnézni, vagy akikre felnézel, az jó példák arra, hogy hogyan indul egy pálya. De vannak-e határozott elképzeléseid a mindennapokról? Hiszen azt mondtad, hogy ugye van, amit alapból meg kell tanulni, nem kétséges, hogy ez így van rendjén, ugyanakkor ami már most vonz ebben. Hát... Tudásszomjam van, és igazából szeretnék minél többet tanulni az első időszakban, hogy minél több példát megismerjek. Az, hogy most konkrétan mit szeretnék csinálni, és hogyan lesz az életemnek a rej, ezt még nem látom egyelőre. Még azt sem látom, hogy televíziózni szeretnék-e jobban inkább, vagy nagyjátékfilmekkel foglalkozni. Egyelőre azt látom, hogy szeretném elsajátítani azt a technikai, gyakorlati, lexikális tudást, ami mindenhez hozzásegít engem. Tehát, hogy egyelőre ez lebeg a szemem előtt, hogy ezt megkapjam. Kik lesznek a tanáraid? Az osztályfőnökeim Zilahi Tamás és Kár Csaba lesz. Kár Csaba egyébként az évfolyam vezetője is, illetve az írókkal volt, őt tudom még, az írókkal együtt volt ilyen felvételünk, és Szekeres Csaba tanárról lesz még az ő osztályfőnökök és az én tanárom is. Kár Csaba egy kivételes személyiség, én azt gondolom, ezt mindenki Igen. tudja, aki figyeli a magyar művészeti világot. Nos, mit szóltak a társaid a Szabad Színházban? Itt nagyon sokan szurkoltak neked, azt tudom, és a Vasváriban nem különben. Igen, szurkoltak, és nagyon jól esett a támogatásuk, és meg is köszöntem nekik, amikor kiderült, hogy felvettek a szakmai és az életbeli segítségeket. Igazából mindenhonnan nagyon sok támogatásért, és most is, ahogy kitettem a megosztó portálokra a filmjeimet, amikkel szerepeltem, egy pár, mert nem mindet tudtam kitenni, mert van, ami ott van náluk. Oda is csomó pozitív, sokszor építőjellegű kritika érkezett, és jól esik, hogy foglalkoznak velem, hogy a társaimat is érdekli. Hát most már sajnos, de volt osztálytársaimmal is, múlt héten filmklubot tartottunk, és beszélgettünk erről, és meséltem nekik a felvételiről, hogy hogyan zajlott, mit kérdeztek. Tehát, hogy egy érdeklődés van a körül, amit én elértem, vagy amit én most csinálni fogok, bár még én se tudom, hogy pontosan hogyan lesz, meg miként, de majd lassan kiderül. Nagy sóhajjal indulsz? Igen.
Mindenképpen nehéz lesz. Amikor találkoztunk a már felvett osztállyal, akkor is volt bennünk egy ilyen, hogy felvettek, na de mi jön most? Tehát, hogy elindulni, azt szokták mondani, hogy elindulni nehéz, de itt tovább haladni se lesz egyszerű. De ez igazából minden egyetemen valamilyen formában így van. Tehát, hogy nem panaszkodni szeretnék, csak tudatában vagyok annak, hogy kell majd belemenő. Nos, egy tudatos művészetet kedvelő fiatalt ismertünk meg benned, és egy tudatos, a saját művészetét, illetve mások művészetét is tisztelő, és azt gondolom, hogy hozzáértő rendezőt fogunk megismerni benned a doktori után. Jó lesz úgy? Jó. Én benne vagyok, és szeretném is, szeretnék minél többet, most úgy érzem, minél többet adni. Csak először fel kell vennem sok mindent, hogy azt majd végül mindenkinek odaadhassam. Én így gondolkodom erről. Történjék így, Máté. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Nagyívű előadás sorozatra várták az érdeklődőket Iszka-Szentgyörgyön, az Amadé Bajzát Pappenheim kastélyban, a meghívottak a település múltját, jelenét és lehetséges jövőjének alakulását ismerhették meg. Iszka-Szentgyörgy kulturális mindennapja és ünnepei szorosan kötődnek a település múltjához, ezért is volt felemelő a helyszínen végigkísérni azt a szakmai délutánt, amely lehetőséget adott arra, hogy az Ampli Ferencné által gondoskodó szeretettel összeállított programban ismerjék meg a valaha volt történéseit, emlékezzenek nagyjaikra és meghatározzák a jövő feladatait. Az indítatásunk ez a helyszín maga, ugyanis a kastélynak ez a része, ahol most állunk, a Vörös Terasz, ez arra a célra jött létre annak idején, akkor a tulajdonosok, az építtetők ezt létrehozták, hogy irodalmi eseményeknek, zenei eseményeknek, kulturális alkalmaknak adjon helyet. Megkeresést kaptunk a falu irodalom szerető közönségétől, hogy lenne egy ilyen rendezvény, és nem találnak neki helyszínt, és mi örömmel vállaltuk ennek a helyszínnek a szerepét. Az általános iskola nyugalmazott igazgatójának nem lehetett kérdés, hogy szerepet vállal ezen fontos kulturális eseményen, hiszen hosszú ideig szolgálta a települést, amelyhez meg annyi kedves emlék fűzi. A gondolatszárnyal és maga a téma, ami főként engem megérintett, az Laci, Békis Laci, mert én ennek az intézménynek voltam a vezetője, és ő rengeteget segített az iskolának, egy csendes menedzsere volt, aki a munkánkat segítette, és most, amikor felkérést kaptam arra, hogy részt vegyek ebben a programban valamilyen módon, akkor a zenei részét vállaltam el, illetve egy részlet felolvasást. Tika Regina egy csodálatos kislány, aki zsenge kora ellenére már komoly szépírói múlttal rendelkezik, példa és példakép lehet, és bizony büszke lehet rá családja és a segítő tanítója is. Meséket is szoktam néha, meg az iskolában is sokszor szoktunk írni. És miről szólnak a történeteid? Hát ilyen cuki meséket szoktam írni. A mostani történeted, amit itt majd megismerhetünk, az miről szól? Hát egy pandáról, aki egy bögrében lakik, és sok barátokat szerzett. Papernőné visszaemlékezéseiben Németh Gyula református lelkész a falu történetéről írt köteteire emlékezett, amelyek sokat segítettek a település múltjának megismerésében. Édesapámnak kortársa volt, és én, hát amióta az eszemet tudom, mondhatom, hogy ismerem Gyula bácsit. Ő református lelkész volt, itt született a faluban, már később, 30 éves korában tudott csak a teológiára eljutni, de elvégezte, helyettes lelkész is volt a falunkban, itt nem szolgált. Az volt az elképzelése, hogy otthon senki nem a maga igazát tudja elmondani. Nagy Magyaralmáson volt 14 évet, és ő hozzá fűződik Iszka-Szentgyörgy történetének a megírása, illetve az iszka-szentgyörgyi református lelkészekről ő gyűjtött össze mindenféle tudnivalót. Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész másfél évtizedig volt Iszka-Szentgyörgy polgára, és ma is szívesen emlékezik vissza életének ezen szakaszára, mint ahogy arra a Békés Lászlóra is, aki tőzsgyökeres iszkaiként fájdalmasan korán távozott a földi léttől. 10 esztendőt éltem ebben a faluban, és nagyon szép emlékeket őrzök ennek a településnek az életéből, a földrajzi, kulturális és egyéb szempontból is, hogy ugyanezt elmondhatom. És hát amiért elsősorban ma itt vagyok, az a
történet, ami Békis Lászlóhoz fűz engem, akire itt ennek a programnak a javarészben emlékezni fogunk. Egy olyan újságíróra, aki egyébként költőként indult a 90-es évek elején, tehát 31 évvel ezelőtt egy ígéretes verses kötete jelent meg, Fodor András támogatásával egyébként, aki a korszak egyik legtekintésebb irodalomszervezője és költője és írója volt. A találkozón megjelent Lehota József, a Kördöllői Agráregyetem professzora is, aki kutatóként szolgálta és szolgálja Iszka-Szentgyörgyöt, szülőfaluját. Kutatásainak eredménye azok a kötetek, amelyekben feltárta a falu veretes múltját. Én itt születtem, ez a szülőfalum, ebbe az iskolába jártam, mindvégig már az általános iskolába, úgyhogy a szülőföldet jelenti az embernek, ahol született, és a szülei is itt születtek, illetve itt nőttem föl a testvéreimmel együtt. Úgyhogy a legfontosabb egyik hely az életemben ez a szülőföld, és ez a település és a falu. Az irodalmi délutánon megtapasztalhattuk, hogy mély igazság a találkozó szlogenje, Iszka-Szentgyörgyinek lenni nagyon jó. Négy évszak címmel hirdetett fotópályázatot az Aranyeső Alapítvány. Az eredményhirdetést NADAP-on tartották meg. Ünnepélyes keretek között adták át az Aranyeső Alapítvány négy évszak lenyomatok címmel meghirdetett fotópályázatának elismeréseit NADAP-on. Az első alkalommal meghirdetett pályázatra olyan alkotásokat vártak, amelyek megidéznek egy-egy emlékezetes pillanatot, a vidék szépségeit. Köteles Zoltán, a település polgármestere örömének adott hangot, hogy ezzel a kezdeményezéssel is hírét vitték a régió szépségeinek, mindannak, ami a hétköznapokat ünneppé teheti az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. Az alapítvány kuratóriumának elnökével, dr. Hágysági Miklóssal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy ezt egy hosszas beszélgetés előzte meg, hogy milyen olyan civil kezdeményezéssel tudnánk a falut népszerűbbé tenni, ami sok embernek az érdeklődését felkelti, és úgy gondoltuk, hogy az ismeretségkörünkben is nagyon sokan vannak, akik fotózással, mint hobbi foglalkoznak, és innen jött az ötlet Miklós részéről, a mi támogatásunkkal, hogy esetleg a faluról, illetve a Bencehegyről, illetve a tó környékéről készült képekkel fel tudnánk egy kicsit vidítani a falunkat is, illetve nagyon sok embernek az érdeklődését fel tudnánk kelteni a színes képekkel. Azt látjuk, hogy míves alkotások jöttek, van személyes kedvence, ami egyben megmutatja mindazt, amit az imént felsorolt? Igen, mögöttünk látható egyébként a díjnyertes fotó. Nekem személyes kedvencem a mellette lévő kis csengő, úgyhogy nagyon jól sikerült, hogy pont így tették ki egymás mellé ezt a két képet. Nagyon nagy segítségünkre volt egyébként a zsűrinek a két profi fotós tagja, akik elég sok tanácssal láttak el minket, hogy mi az, ami jó kép, meg nem jó kép, illetve én, mint laikus, ugye teljesen más szemmel válogattam ki a képeket, de hosszas dilemmázás után sikerült megtalálnunk azokat, ami mindenki számára elnyerte a tetszésünket. Az ötletgazda Hágysági Horváth Miklós, az Aranyeső Alapítvány az Egészséges Emberért kuratóriumának elnöke számára is megerősítést jelentett a sok pályázó. Nyilván mindenkinek az életében vannak olyan események, amik arra sarkalják, hogy kinyissák a fotóalbumot, amiket a szekrényben tartanak. Legyenek ez bár a családjukban történt szomorú események olyanok miatt, akikkel nem tudnak találkozni a jövőben, vagy esetleg egy felnövő gyerek, vagy egy változó táj, egy változó környezet, ahol már hosszabb ideje élünk. Ez volt az, ami tavaly engem arra sarkalt, az ötletet onnan adta, hogy lassan most már 20 éve van érintettségem, vagy többen több is, mint 20 éve ebben a régióban, Belence NADAP régiójában, és úgy gondoltam, hogy érdemes ezeket a dolgokat dokumentálni, annál is inkább, mert azt hiszem egy évvel ezelőtt volt egy próbálkozás arra vonatkozóan, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évekből gyűjtöttek innen archív felvételeket, és hát nem nagyon sikerült sokat, és úgy gondoltam, hogy azokkal már nyilván nem tudunk mit kezdeni, hogy onnan kerítsünk további fotókat és emlékeket, de a jelenüket le tudnánk dokumentálni, és azért volt ez nagy öröm, mert nem csak nadapi velencei emberek, fiatalok és idősebbek jelentkeztek a pályázatra, több mint 200 fotó érkezett, tehát akik ide látogatott turisták, azokat is megérintette ez a környezet, és küldtek be fotókat. Külön hálával tartozunk Klotz Miklósnak és Simon Erikának, aki szakmai részét vitték a zsűrinek, a polgármester úrnak, aki ennek a közösségének a más szempontjait jelenítette meg a zsűriben. Így úgy gondolom, hogy egy teljes szemszög, minden szemszögből megalapozott az, amit
az az eredmény, amely megszületett, és méltán mutatja, hogy milyen jó eredmények, milyen jó képek születtek. Ez egyébként ez a pályázat megerősítést jelent már, mint a sok jelentkező az alapítvány számára is? Az alapítvány csak egy közvetítő. A lényeg annyi, hogy találjunk olyan témákat, amivel egy közösségnek használni tudunk, amivel segíteni tudunk, amivel össze tudjuk hozni az embereket. Gyakorlatilag mindegy, hogy egyesület, alapítvány vagy baráti társaság teszi ezt. Jelen esetben ez az Aranyeső Alapítvány volt, aki ezt összehozta. A szakmai zsűri tagjai Simon Erika fotóriporter és Klotz Miklós fotográfus nehéz feladatot vállalt, hiszen meg annyi fiatal és kevésbé fiatal alkotó gondolat élt a lehetőséggel és fotókkal dokumentálta jelenlétét. A fotók azok a témába vágóak voltak, ugye ez volt a legfontosabb, és szakmai szempontok szerint próbáltunk válogatni, így is nagyon nehéz volt, ugye több szempontot kellett figyelembe venni. A mi szerepünk, fotósok szerepe az volt, hogy így a fotók technikailag, illetve kompozíció, egyebek szempontjából megfeleljenek az elvárásoknak. A helyi zsűri tagoknak pedig az, hogy mennyire illeszkedik a témához, és mennyire tükrözik ezek a képek a település hangulatát. Megerősítést jelent számotokra, hogy egyrészt, hogy sokan jelentkeztek, másrészt pedig, hogy ilyen sokszínű az a látványvilág, amit ők fotókon megjelenítettek? Hát mindenképpen egy megerősítés, ahogy mondtam az előbb, én meglepődtem, hogy ilyen sokan jelentkeztek, de hát ez mutatja, hogy a szervezők képbe voltak, tudták, hogy érdemes ezt a pályázatot egyáltalán meghirdetni, és jó helyen hirdették, jó helyen népszerűsítették, és ennek megfelelően jó sokan jelentkeztek. Gondolom, hogy ennek lesz még folytatása. Kimondhatjuk, hogy bizonyos szempontból ez a jövő útja? Mármint értem azt, hogy fotókon is megőrizkítsük, és továbbadjuk, hát ne csak a családon belül mutassuk meg, hogy merre jártunk, mi mindent láthattunk. Hát, hogy a jövő útja, én azt gondolom, hogy ez a múlt és a jelen, de semmiképpen nem kéne ezt elfelejteni, és a jövőben is alkalmazni. A fotó az egy nagyon jó médium arra, hogy emlékezzünk, és hogy a pillanatot, a jelent megörökítve, dokumentálva később visszatekintsünk, és mint ahogy most is tesszük, sokszor nosztalgiával, és kicsit elpirulunk, hogy régen milyen gyönyörű épületeket építettek ahhoz képest, amiket mi most például. A természetes és épített környezet kategóriában az első helyet a veresegyházi Cserháti Szabolcs szerezte meg a Nadapi Szőlőhegyről készült fotójával, míg a portrék közül Kerekes László Péter képe volt a legjobb, aki Nadapi, és szinte minden kategóriában a legjobbak között volt alkotásaival. Ugyanakkor a fotókat szemlélve megállapíthatjuk, ezen a pályázaton mindenki győztes volt. A Fehér Holló Diák Színpad fiatal tehetségei és mesterük Ferenci Noémi ismét mert nagyot álmodni. Az Öreghegyi Közösségi Házban nagy sikerre mutatták be a Reginald Rose legendás drámáját, a 12 dühös embert. Teltház előtt mutatták be az Öreghegyi Közösségi Házban a Ciszterci Szent István Gimnázium Fehér Holló Diák Színpadának előadásában Reginald Rose 12 dühös ember című darabját. A legendás mű 12 ember egy esküdtszék tagjainak zárt ajtók mögötti munkáját, vitáit mutatja be, amely során megismerhetjük a személyiségüket, hátterüket, gondolkodásmódjukat, viselkedésüket, miközben tisztában vannak azzal, hogy döntésük alapjaiban határozza meg egy fiatalember sorsát, aki gyilkosság vádjával áll a bíróság előtt. A válság az most nem úgy tevődik fel, mint akkoriban, talán nem is az van a középpontban, mert lehet, hogy most Magyarországon nem ez izgat minket legfőképpen, de ugyanúgy vannak előítéletek, vannak döntéskényszereink, vannak különböző szociális adottságaink, van természetünk, temperamentumunk és így tovább, és tulajdonképpen 12 tükröt állítunk magunk elé, a közönség elé, és úgy gondolom, hogy ez végtelenül izgalmas mai napig. A gyerekeknek kihívás volt természetesen, de nem volt nehézség, hogy megértsék ezeket a személyeket. És rögtön hozzátenném azt, hogy kicsit különbözni fog ez a szöveg tekintetében is az eredetitől, hiszen ollóval nyúltam a szöveghez és a karakterekhez igazítottam, tehát természetesen a filmnek a forgatókönyvét használva egy kicsit élesebb karaktereket rajzoltam, hogyha úgy tetszik. Ezek a nyári náták megölik az embert, allergia. Na szép, nincs szellőzés. Nem is baj.
A történetnek, amelyet 1957-ben mutattak be először, és azóta is mindenütt nagy figyelem övezi, nem elsősorban a cselekménye az, ami miatt érdemes megnézni. Ami igazán izgalmassá teszi a művet, az esküdtek megtérésének folyamata. Ez egy nagyon nehéz feladat volt. Ugyebár Henry Fonda alakította az eredeti filmben egy hatalmas színész úriás, és utána fölvenni ezt a szerepet eléggé nagy megtiszteltetés is, és elég nagy készülést igényelt. Az egész csapattal azon voltunk, hogy a lehető egy legfelejthetetlenebb előadást tudjuk, és a parádésabb előadást tudjuk itt bemutatni mindenki számára, és nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. Sok-sok gyakorlás, és mivel egy nagyon szöveg központú darabról van szó, egy jelenet az egész, nincsenek váltások, szünet nélkül, egy eszméletlenül nehéz darabról van szó, és hát így remélem, hogy meg tudunk felelni tényleg ezeknek az elvárásoknak, ami 7 évtizede született. Végül látták, hogy a fiú dühösen kimegy a házból. Na most, ez mégis mit bizonyít? A 12 dühös ember keverőedényében nagyon sok téma kavarog, a sztereotípiák mások véleményének elfogadása, a sajátunk kritikával kezelése egyaránt falsúlyos kérdés, évtizedek óta gerjeszt mély beszélgetéseket, és leplezi le a büszke emberi viselkedést. Ennek a darabnak a legnagyobb jellemet tulajdonképpen a 12 esküdtnek maga az egyénisége. Mert nyilván érdekes maga a történés is, ahogy megbeszéljük, hogy bűnös a fiú vagy sem, de a próba folyamatok alatt egyre inkább elmélyült mind a 12 embernek a saját egyénisége, és nagyon mély, kidolgozott karakterek vannak ebben a darabban. És szerintem ez volt a próba folyamatnak az egyik legjobb része, hogy a szemünk előtt formálódott ki a társaink és saját magunk is, a karakterünk. Az a tanúvallomás azoktól, akik a fiúval szemben laknak a lépcsőházban, az nagyon meggyőző volt. A darab üzenete ma is érvényes, nem kétséges, hogy Ferenczi Noémi rendezésében, a fiatalok előadásában felvetéseik aktuálisak, hiszen nagyon is ismerős, mélységesen emberi viselkedés mintákat mutat be az időtlen történet. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.